A következő percekben soha vissza nem térő pillanatoknak lehetnek tanulni. A 9. osztály előadásában megtekinthetik Arany János Toldi című elbeszélő költeményét. Elnézést kérünk a költőtől és a kedves közönségtől, hogy a trilógiát nem elejétől a végéig, nem szó szerint betűről betűre adjuk elő, hanem egy kicsit másképpen. Ég a napmelegtől, a kopárszik sarja, tikkacocske nyájak legelésznek rajta. Egy, csak egy ember van talpon a vidéken, ameddig a szem ellát, húzta földön, égen. Szörnyű vendégoldal renk araszos vállán, pedig még legény tól sem pejhedzik állán. Van immár a had, Lacfi Nádor hada, így kevé hadával, Lacfi Endre maga. Azzal a nehéz fát könnyeden forgatja, mint könnyű kis botocskár béginél ragadja. Hosszan, egyenesen tartja fél kezével, mutatván az utat, hol kivárat ér el. Nézzük, mi történik ez alatt otthontól Diéknál. Mit jelent a hűhó gyászos özvegyházban, hol a dínondánom régen forszakában. Sütnek, főznek, vígan lakomáznak, György van itthon, első születte a háznak. Megjött Toldi György, Mikrós, róka lelkű bátyja. Milyen szépen mondja a költő, róka lelkű. Pedig mondhatna sokkal csúnyábbat is, de arany finom ember volt, és pontosan tudott jellemezni. Szóval a róka lelkű ki akarja forgatni az öcsét az ősi jussából. Ennek ellenére Miklós mégis testvéri öleléssel fogadja, de az gőgösen kitér előle, sértegeti, bosszantja. Szép öcsém, nanacska, hogy apad paraszt most, te is az maradtál. Tűrte Miklós, tűrte, ameddig tűrhette, de ez most már tűrhetetlen volt. Repül a nehéz kő, ki tudja hol áll meg, ki tudja hol áll meg, s ki hogyan talál meg. Figyelem, szolgálati közlemény! Akinél van mobiltelefon, hívja a mentőt, de vigyázat, az osztályfőnök meg ne lássa, mert tudjátok mobilt hordani? Tilos! Nini, itt az osztály esze, akire ráesett a marókövet. Mire leemelték róla, hát holtan mászok ki alóla. Szegény Toldi! Fut sötét erdőbe, sajgó fájdalmival, amint méne, mendegére, egy helyütt a zsombék csak lesüttetőjére. Réti farkas fészke volt éppen alatta. Jönnek a farkasok szörnyű ordítással. Rohannak a fiúnak, birkoznak egymással.
Mivel nem vagyunk kereskedelmi tévécsatorna, a további közéres eseményeket nem áll módunkban bemutatni. Úgyhogy fogadjuk el, hogy Toldi könnyedén legyőzte a farkast. És a show folytatódik tovább! Hirtelen nagy lárma, nagy sikoltás támad. Mondom, sikoltás támad. Tűz van-e, vagy árvíz, vagy víjak várat. Nincsen tűz, sem árvíz, nem is jön ellenség, hanem van egy másik rémítő jelenség. Esme már kétségbe, férfiak kiáltsák! Elébe, elébe! De egy sincsen, aki elébe fordulna, hanem még a pocik lyukba is bebúna. Toldi nem futott el, csak felállott szépen, s a bikát bevárta az utca középen. Mit akarsz te, fickó? Bombatlan! Jó napot kívánok! Jogosítvány személyt adom! Gyúszófény! Újrátó itt minden rendben. Megérkeztünk a vármalat termébe. Nagyon szép terem. Ahogy itt szétnézek, tiszta olyan, mint a szörnyéni kultúrház, ahol éppen egy szolymasztan mutató zajlik. Óriási szenzáció, az idomított sólyom 400 000 méterről a sólymász hívására visszajön és leszáll a karjára. Hát, lehet, hogy valami komolyabb csali kéne. Hát, hölgyeim és uraim, úgy van ez, mint a pedagógiában, az iskolában. A motiváció nagyon fontos. A motiváció nélkül semmi sem megy. Na de nézzük, mi is van ránk még ma este. A lovagi torna következik. A lovagok készülnek. Edzenek a lovagok. Melegítenek a lovagok. A legjobb formájukat szeretnénk hozni. Kiparkodni kellett volna torna órán, mi? A kék sorokban Kozel a csevítés, Bekjarok nyelvében. Hamarosan tanúi lehetünk az évszázad mérkőzésének, mely nagyobb szenzáció, mint a Csongrádiban, az igazgatói beszél. A piros sorokban a magyar vitéz, nagy tapsot a magyar vitéznek, akit úgy hívnak, hogy Erős Pista. Hű, de nagy mérkőzés lesz, könyvszökik a szemünk a meghatottságtól. És az izgalomtól lassan elindulnak egymás felé a lovagok, az a cél, hogy kiüssék egymást a nyerekből.
de a mi fiunk úgy üli a lovat, mintha nyerekben született volna szinte. Tapintani lehet a feszültséget. Vigyázzad, újabb rohan, jönnek a csehszlovákok, előre törnek a csehszlovákok, nagy a baj, a mi fiunk leesett a lóról. De a cseh is csehül járt. Hadnak vagyunk tovább. Támadás, védekezés, szúrás, visszaszúrás. A mi fiunk több sebből is férci. Már se keze, se lába. Ajánljunk egy döntetlen. Nagy a baj, nagyon nagy a baj. Elvesztettük a csatát. Szomorúan nézem, kedves nézőink, hogy a mi vitézünk reménységünk pont egy fejjel alacsonyabb most, mint a torna elején. Ki fékezi meg ezt az elvetemült csevitézt? Ki menti meg országunkat a szégyentől? Hogyan leszünk így világbajnokok? De vakmerően sietve előáll a magyar vitézt, Toldi Miklós előveszi a kardját. Az irodalom visszavár! Ez gyönyörű volt, és a kamera lehetőséget ad nekünk arra, hogy lassításban még egyszer megnézzük a küzdelem legszebb pillanatait.